Székesfehérvár polgárai a 2013-as Szent István emlékévben feladták üzenetüket a 2038-as esztendőnek. Jó estét kívánok! A következő 20 percben az időkapszula elhelyezésére szervezett ünnepségről láthatnak összefoglalót. Dobozba zárták az üzenetet a jövőnek. A városháza udvarán játszódott le az esti ünnepség, ott, ahol 50 évvel ezelőtt a fehérvári kihelyezett ünnepségi országgyűlés ülésezett. Dokumentumok, jegyzőkönyvek, hírlapok, zászlók, várostérképek a napi étlap mellett dobozba kerültek az úszoda építésére kibocsátott téglajegyek is. Az üzenet biztató, az úszoda megépült, s azok, az akkori 10 évesek, akik a dobozt elhelyezték, mára éppen 30 évesek. Ez, ahogyan az 1988-as ünnepség is, üzenet volt a jövőnek. Az első urna 25 évvel ezelőtt került a Városháza udvarára azért, hogy a benne elhelyezett üzenetek és erekjék fennmaradjanak a 2038-as esztendő számára. Jó most Fehérvárnak lenni. Sokat kell tennünk, hogy így legyen 50 év múlva is. Az 1988-as emlékév egyik legfontosabb jelentőségét a következő időszakban bekövetkezett korszakváltás adta. Emlékezett vissza Balsai István polgármester. A korábbi városvezető 2013-ban a 25 évvel ezelőtti ünnepségen készült felvételeket és az arról szóló dokumentumokat rakta bele az időkapszulába. Balsai István üzenete az elmúlt negyed évszázad során nem sokat változott. Székesfehérvár, mondom én ezt elfogultan, egy kicsit előbb járt, mint az ország, hiszen 87-ben már kezdődtek olyan ünnepségek, megemlékezések, ahol tegezve megszólítottuk a Szent Királyt, ahol 40 ezeren vettek részt a augusztus 14-i, 15-i, 20-i ünnepségeken, és egyfajta mintát adtunk a következő időszaknak is, történelmi zászlókkal, katonazenekarral, a mindenkori köztársaság elnökkel, és főleg azzal, hogy az egyházzal együtt ünnepelhettük, és emlékezhettünk meg Székesfehérvár és a Szent Király időszakairól. 1988 nagy változásokat indított el, és az az érzésem, sőt, szerintem benne járunk, hogy hasonlóan az 1990-es időszakhoz, majd az azt követő Európai Uniós csatlakozáshoz ezek a változások felgyorsulnak. Hasonló időszakot élhetett át Géza nagyfejedelem, de még inkább Szent István, hogy két világrész határához érve el kellett döntenie akkori információk birtokában, hogy hogyan, és helyesen döntött, és megerősítette, és megtartotta, ma nem lennénk nélküle. 1988 is elindított egy folyamatot, amellyel Európához csatlakoztunk, ahonnan kényszerű okok miatt kiszakadtunk egy 50 éve.
Én abban bízom, hogy úgy tudunk európaiak lenni, hogy közben megőrizzük a magyar nemzet sajátosságait, nyelvünket, kultúránkat, és ez az üzenet lényege, hogy ne a csüggedtség, ne az erőtlenség, hanem bízzunk a magyar jövőbe, bízzunk abba, hogy 1000 év múlva is itt mondják a mi atyánkot, és 1000 év múlva is lesz a mindenkori magyar fiataloknak jövője. Ez lehet az egyetlen normális üzenet. Azt is szeretném elmondani, hogy beindultak olyan fejlesztések 88-90-ben, amelyek a mai Székesfehérvárt meg is alapozták, meg a mostani gondjait is előidézték. Azon kell dolgoznunk, és ezeket a dátumokat, amit polgármester úr mondott, jónak tartom, 2022-2038, és előtte is lesznek még jeles fordulópontok, kihasználjuk arra, hogy minden ember értelmes, érdemes munkához és jövedelemhez jusson. Hogy Fehérvár és környéke, Fehér megye ne csökkenő népességű, hanem növekvő, gyarapodó legyen. És a legfőbb üzenet az, hogy hitünket, hazánkat, virágzó megyénket és városunkat őrizzük meg olyannak, amilyennek Szent István az utódainak átadta. Békefi Győző középiskolai történelem tanár is egyike azoknak, akik részesei lehettek a 25 évvel ezelőtti és a jelenlegi eseményeknek is. A pedagógus akkor a művelődési és az oktatási osztály vezetőjeként vett részt az ünnepségen, úgy véli, ezeknek a pillanatoknak történelmi jelentősége van. Fejvár mindig történelmi pillanatok vannak, ez igaz, de ennek különösen. És a történelmi pillanat azt jelenti, hogy a múltra kell emlékeznünk, mert bennünk van, de hát reménykedünk, itt látok sok fiatal diákot, akik majd kiássák ezt, mikor mi már nem leszünk. Mit üzenne 2038-ban? Mit üzent 2038-ban? Igen, hát ez pont egy 1000 éves évforduló lesz. Reménykedjük, hogy a magyarság tovább erősödik a Kárpát-medencébe, és még utána még 1000 évig Szent István szellemében élünk. Hasonló gondolatok mentén fogalmazódott meg a székesfehérváriak üzenete a 2013-as Szent István emlékév kapcsán is. Kedves fehérváriak, jövendő földiei! Mi, 2013 fehérvári polgárai ma tiszta szívvel, örömmel a jövőnek ajánlott tettekkel emlékezünk és ünnepünk. A múltból merítünk erőt, és bizalommal tekintünk előre. E város lakóiként úgy gondoljuk, nem hagyhatjuk elhalkulni 1000 év hangjait, amelyek a nemzeti egység erősítésére, Szent István útmutatásainak követésére, országunk és városunk értékeinek mentésére, gyarapítására ösztönöznek minket. Szent István emlékévi ünnepeink ablakot, kaput nyitnak a múltba, hogy megláthassuk eleink dicséretes tetteit, és hogy szellemünk elérhesse hozzánk. Elménkben és szívünkben így még inkább István népe lehetünk. Érezhetjük az elmúlt évszázadok eltökélt törekvéseit és akaratát, melyek végül egységes nemzetet teremtettek minden vihar ellenére is. Szent István alakja fölénk magasodik. Hangja tisztán szól hozzánk. Céljaink, feladataink új dimenzióban nyernek értelmet. Megerősíti egész közösségünket és minden egyes tagját külön-külön is, hogy igen, tennünk kell a nemzetért és Székesfehérvárért. A városért, mely valaha szakrális székhely volt, a koronázási ékszerek őrzője, államigazgatási és kulturális központ, a nemzet és az ország szíve. Évszázadok hanyatlása után Fehérvár ma újra erős és biztos lábakon áll. És mert ma is méltó a történelmi főváros rangjára, államiságunk szent erekjéi csak is ezen a földön lehetnek otthon. Minden okunk és minden jogunk megvan tehát bízni és tenni azért, hogy ez valóra váljon. Géza fejedelem ezt a mocsaras földet jelölte ki őseink számára. István király ebbe a földbe ültette el a nemzetfájának magját, mely kihajtott. A mi dolgunk gondozni azt, hogy édes gyümölcseivel táplálhassa a jövő nemzedékeit is. Nemes kötelességünk fiataljainkkal megismertetni történelmünket, továbbadni nekik azokat az eszméket, melyek évszázadok óta szolgálják a nemzet egységét. Székesfehérvár lakosai ma is ezen dolgoznak.
A 2013-ban felgyorsult városfejlesztő munkát persze folytatni kell 2038-ig és azon túl is, hogy Szent István városa mindenkor erkölcsi, érzelmi erőt sugározzon a nemzet számára. Lokálpatrióta büszkeséggel fogtunk hát teendőinkbe 2013-ban, és küldjük el üzenetünket 2022-n keresztül 2038-ba, hogy utódaink lemérhessék, mit sikerült végül megvalósítanunk. Magunknak és fiainknak, lányainknak, minden leendő székesfehérvárinak hitet, erőt, szerencsét kívánunk ehhez a munkához. Az üzenet elhelyeztetett Székesfehérvár polgárai által 2013. augusztus 18-án. Az üzenetet a város lakóinak nevében dr. Cserpalkovics András polgármester indította útjára 2038-ba. Ha most lehetne egy kívánságom, akkor az lehet, hogy az lenne, hogy valahogy 2038. augusztusát írjuk, és megnézhessük itt, amikor ezeket az időkapszulákat akár 1988-ból, akár pedig 2013-ból kinyitják, és egyébként milyen lesz akkor a város, hogy fogják fogadni azokat az üzeneteket, amiket ebből a két emléképből eljuttattak feléjük, az akkori kor fehérváriai felé, és mit gondolnak majd ők erről. De hát erre nincs lehetőségünk. Amire viszont van lehetőségünk, az az, hogy egy kicsit visszagondoljunk, és a múltba visszamenjünk. Ahogy néhány perccel ezelőtt egy nagyon szép és értékes kiállítás megnyitóján Elsimó László képviselőtársam is visszaemlékezett 1938. augusztus 18-ára, és az azt megelőző esztendő kultúrpolitikájára, városfejlesztésére, várostörténetére, ma már várostörténet. És akkor, abban az emléképen, és ezen a napon, amitnek most itt emlékét állíthatunk, olyan dolgok történtek ebben a városban, amelyek, miközben mi erre büszkék lehetünk, semmi másról nem szóltak, mint ennek a városnak a történeté előtti tisztelgésről szóltak a nemzet akkori nagyjai részéről. És biztos vagyok benne, hogy Balsai István polgármester úrékat is ez vezette 1988-ban, amikor az akkori ünnepségeket megszervezték, valljuk be, sok tekintetben jóval nehezebb időszakban, etártkör tekintetében, mint tehettük mi most ezt 2013-ban. Más volt akkor ünnepségeket, ilyen jellegű ünnepségeket szervezni, mint talán így a rendszerváltoztatás után 23 esztendővel. És ezért döntöttünk úgy, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem kinyitjuk azt a bizonyos felőt és betesszük hozzá a mi üzenetünket, hanem elhelyezünk egy másikat, hogy majd 2038-ban, amikor az 1988-as és a 2013-as üzeneteket elolvassák, kinyitják, akkor ezt is értékeljék, mert hogy mikor, milyen történelmi korokban és időszakokban kerültek elhelyezésre ezek az üzenetek. Én szeretném mindenkinek megköszönni, aki az elmúlt napokban, elmúlt hetekben sokat tett azért, hogy ma elmondhassuk, hogy az az üzenet, azok a jelképek, szimbólumok, amiket ebben a kapszulában elhelyezünk, azok sok száz székesfehérvári által támogatott üzenetek. Hiszen néhány héttel ezelőtt éppen Csitári polgármester úr szobor avatóján indítottunk el egy kezdeményezést, és kértük, hogy egy bizonyos nyilatkozatot a jövő számára, amit megfogalmaztunk, azt írja alá mindenki, aki az abban foglalt gondolatokkal egyetért. És miközben nem hirdettük sokat és sok helyen, mégis sok száz ember döntött úgy, hogy ezt a nyilatkozatot saját maga is szeretne támogatásával részesíteni, és segíteni, hogy eljusson a jövőben. Én szeretném mindenkinek megköszönni, és mindenkit megnyugtatni, hogy bármilyen módon is írta alá valaki ezt a nyilatkozatot, vagy csatlakozott hozzá a közösségi oldalakon, vagy éppen a Facebook oldalán keresztül, ez eljut most ebbe az időkapszulába, tartalmazni fogja az időkapszula, és azt kívánom magunknak, amivel kezdtem, csak reménykedve, hogy bármilyen jó lenne látni, hogy hát akkor élhessük meg, amikor ezeket az időkapszulákat előveszik, kiveszik majd a földből, de itt nagyon sok fiatal is csatlakozott hozzá, és itt is van közöttünk, ezért nekik pedig különösen üzenem, és kérem tőlük azt, hogy amikor majd 2038-ban előveszik ezeket az időkapszulákat, üzeneteket, vágyakat, álmokat, amiket mi most megfogalmaztunk, vagy elődeink megfogalmaztak, akkor állapíthassák meg, hogy sok mindent ebből éppen már ők valósíthattak meg a következő 25 évben. Mert ennek a városnak azt gondolom, hogy különösen dicsőséges és nagy felelősséggel is jár az, hogyha polgárai lehetünk. Az időkapszulába minden fehérvári elrejthette üzenetét, több százan döntöttek úgy, hogy élnek ezzel a lehetőséggel.
Székesfehérvár lakói részesei lehetnek nem csak a 2013-as Szent István emlékévnek, hanem a majdani 2038-asnak is. Hogyan és hogyan indult ez a kezdeményezés? Mikor, mennyien csatlakoztak hozzá, mi a lényege? A legnépszerűbb közösségi portálon, a Facebookon létrehoztunk egy eseményt a Szent István emlékév profiloldalán, amihez aki csatlakozott, azoknak a neve bekerült a kapszulába, vagyis bekerül az időkapszulába. Ezt ma vasárnap reggel valamikor 8 óra előtt kiexportáltam, ez körülbelül egy olyan 600 nevet jelent. Ők bekerültek természetesen, és nagyon sokan írtak, legyen az bármi, mindegyiket szépen kimásoltam, és nem elektronikus úton, hanem rendesen papíralapon került ez bele, és leírtuk oda, hogy mi is volt, vagy mi is a Facebook, mit csináltunk, kik csatlakoztak, miért, hogyan csatlakoztak, és mindenkinek bekerült a neve ebbe a kapszulába. Mekkora jelentősége van annak, hogy a ma Székesfehérvár lakói tulajdonképpen üzenhetnek 2038-ba? Milyen üzeneteket rejtenek ezek az írások? Volt, aki verset küldött, mert ugye amatőr költő, volt, aki csak üdvözölte, volt, aki az éppen 6-7 hónapos gyerekének az üzenetét küldte el, már mint anyuka, apuka. Érdekes lesz majd látni, hogy mi, amikor kibontják ezeket az üzeneteket, hogy ki mit üzent, ki mit gondolt 2038-ra. Érdekes lesz. Szerintem mi meg fogjuk érni. Én 61 éves leszek akkor, ha jól számoltam, legalábbis remélem. Biztos nagyon érdekes lesz, amikor kibontjuk ezt a kapszulát. Üzentél te is valamit? Üzentem, igen. Elmondod mit? Nem, én papíralapon üzentem, beírtam a feleségemet, a kisfiamat és kislányomat, és beírtam, hogy mi Attila utca 28-as számú lakosok, tisztelettel köszöntjük a 2038-as évet. Az üzenet és az 1988-as emlékév felvételei mellett az időkapszulába számos kordokumentum is került. Csurgai Horváth József, a Szent István Emlékbizottság elnöke az emlékév kiadványait és a rendezvényekről készült beszámolókat őrző tabletgépet. Szikora János színház igazgató a 2013-as rendezvények meghívóit, Ocskai Gábor szakosztályigazgató a Bajnokok Városának sportrelikviáit, a városi intézmények vezetői kulturális emléktárgyakat, a gyermekek pedig az ünnepi év emléktárgyait helyezték bele az időkapszulába. Részint magát a tényt szeretnénk rögzíteni, hogy 2013-ban van, és abban az esetben majd visszatekintve volt egy Szent István ünnepi emlékév, és akkor, vagy az most élő, a jelenben élő székesfehérváriak nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy Szent István városa szépüljön, hogy a közösségek erősödjenek, és hogy az a felelősségtudat, amit az hordoz magába, hogy mi ennek a történelmi városnak vagyunk a polgárai, az megérintette a fehérváriakat minden korban, így a 21. század elején is. És azt szeretnénk üzenni, hogy vannak elvégzendő feladataink 2038-ig, szeretnék, hogyha 2022-n keresztül jutna el az üzenet, hiszen az is minden bizonyal szép ünnepi év lesz Székesfehérvár életében az aranybulla kibocsátására emlékezvén, hogyha ezeket a feladatokat 2022-ig vagy 2038-ig meg tudjuk valósítani, akkor azt gondolom, hogy ez a következő negyed század ez mindenképpen sikeres lesz Székesfehérvár életében. De az üzenet nem csak 2038-ig szól, hiszen ez az üzenet alapvetően a 2038-as polgárokhoz szól, azaz az azt követő évtizedekre is szól, hogy az a felelősség, amit valóban a nemzettörténelmi fővárosa jelent, az a mában és a hosszú távú jövőben is mindig felelősségtudatunk részévé váljon. Ha így lesz, akkor nem csak a fizikai valójában, hanem a lelkekben is tud erősödni majd ez a város és annak mindenkori közössége. Biztosan nem volt egyszerű eldönteni, hogy mi minden kerüljön abba a bizonyos időkapszulába. Végül mi lett az eredmény? Mi mindent találhat majd a 2038-as székesfehérvári lakó ebben? A legfontosabb, hogy azt a nyilatkozatot és azt az üzenetet meg fogja találni, amit megfogalmaztunk, és amihez sok száz székesfehérvári aláírásával, vagy a Facebookon történő csatlakozásával is hozzájárult, és maga is üzenetként elküldte a jövő számára. Ebben a nyilatkozatban nagyon sok olyan alaptézis, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a jövőre számára tett elvárás is megfogalmazódik, amivel most hitet tettünk, de emellett elhelyezésre kerültek olyan szimbolikus tárgyak, amik a
a Fehérvárát jellemzik. A 2013-as ünnepi emlékév meghívói eseményekről, az eddig történt eseményekről szóló beszámolók, eseménynaptár, ugyanúgy, mind elhelyezésre kerültek a fiatalok által olyan kis apróságok, amik majd nekik érdekesek lesznek, hiszen ők egészen biztos, hogy meg fogják élni 2038-at, és itt lehetnek majd akkor is a Városháza udvarán, amikor ezek az időkapszulák nem csak a 2013-as, hanem az 1988-ban elhelyezett urna is kibontásra kerül, úgyhogy ők is elhelyezhették a fiatalok, a ifjúság, a gyermekek üzeneteit. Sportvárosaként a sportklubok is elhelyezték a saját maguk szimbolikus jelvényeit, illetve magukat a mezeket. Elhelyezte a színház is a maga üzeneteit, a város intézményei, kulturális intézményei is a maguk üzeneteit, és amit én szintén nagyon szép dolognak tartok, hogy 1988-as urna elhelyezők is itt voltak, élükön Balsa István polgármester úrral, de olyanokkal is, akik akkor a Városházán dolgoztak, és szervezték akkori ünnepségeket, és olyanok is, akik akkor 10 éves kisgyermekek voltak, és itt voltak annak a bizonyos urnának az elhelyezésén. A 2013-as Szent István emlékév üzenetét az 1988-as közelében a Városháza udvarán helyezték el. Az 1988-ban elhelyezett urna, valamint a 2013-ban elhelyezett időkapszula várhatóan 2038-ban kerül majd felnyitásra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!